Üdvözlöm a Kultix hallgatóit, én Rencés Dávid vagyok, itt ül velem a stúdióban Szia Réka Eszter. Szia Réka! Szia Dávid, sziasztok! Aki a Semmelweis Egyetem általános orvostudományi karára, másmilyen a SOTÉ-ra jár. Ugye most harmadéves vagy, igaz? Igen, harmadéves. Milyen maga a suli általánosságban? Mire számíthat az, aki oda megy? Hát maga az egyetem eléggé nehéz, tehát nagyon sokat kell tanulni, és elég kevés szabad időm van. Úgyhogy hát aki ide jön, annak igazán elhatározóknak kell lennie, meg kitartónak. Elmehet egy olyan ember az orvosira, aki még egy békaboncolást sem bír ki bioszórán? Én úgy gondolom, hogy elmehet. Nekem van olyan csoporttársam, aki úgy jött az egyetemre, hogy még nem vett részt sem állat, sem emberi boncoláson. Ennek ellenére velünk jár, tehát aki nagyon elhatározott és mondom kitartó, az szerintem ezt az akadályt is könnyen legyőzi. Viszont gondolom vannak úgymond véres óráitok. Hát ugye ilyen óránk például az anatómia, most a harmadévben a patológia, tehát hogy azért kell bírni valamilyen téren ezeket a dolgokat. Mennyire modernek az eszközök, amiket az órán használtok? Én úgy gondolom, hogy a Semmelweis Egyetem lépést tart a nyugati fejlődéssel, de hát például nekünk pár éve vezették be a műtéttan gyakorlatunkat, meg hát ugye az egész műtéttan tantárgyat, és például már mi most így harmadévben a laparoszkópos technikával ismerkedünk, azon gyakorolunk, tehát hogy majd későbbiekben könnyebb legyen, egyszerűbb legyen a laparoszkópos eljárást megtanulnunk. Emellett az eszközök is modernek, a felszerelés is modern, tehát erre törekszik az egyetem, hogy lépést tartson. Ez az eljárás, amit az előbb említettél, ezt mihez használják? Hát ez egy újfajta műtéti eljárás. Igazából már több éve itt is van Magyarországon. Az a lényege, hogy minél kevesebb heget ejtsünk a betegen, tehát ez a gyógyulásában is segíti őt. Egyrészt ugye a hamarabb felépülést biztosít a betegnek, kisebb a beavatkozás, kevesebb hege marad vissza, kevesebb fájdalommal jár, és persze kevesebb vérzéssel is jár egy ilyen laparoszkópos műtét, és nagyon sok szakterületen használható, például nőgyógyászati műtéteknél, például a leggyakoribb ilyen műtét az az epehólyag eltávolítás, ahova használjuk. Mikor kell eldöntenitek, hogy merre akartok tovább menni? 5. év végén kell eldönteni, hogy melyik szakirányt választjuk, tehát hogy milyen orvosok szeretnénk lenni, és ugye abból a témából kell írni a szakdolgozatunkat is. Tehát erre tulajdonképpen van 5 évünk. Ez elég hosszú időnek tűnik. Elég hosszú idő? Hát én úgy jöttem erre az egyetemre, hogy már tudtam, hogy mi szeretnék lenni, illetve 2 szakterület között gondolkodom még egyelőre, tehát mindkettő esélyes. Viszont vannak olyanok, akik ugye az egyetem alatt döntik el azt, hogy milyen orvosok szeretnének lenni. Melyik ez a 2? Nekem az első helyen a nőgyógyászat van, a szülészetnőgyógyászat, és második helyen pedig a patológia. A szülészetnőgyógyászat az azért érdekel, mert nagyon sok a kisgyerek a családban, sok terhesnőt láttam, és hát ez úgy megfogott. A patológia pedig azért, mert a legelső boncolási élményem nagyon meghatározó volt, 17 éves koromban szereztem, és az még mindig megmaradt bennem. Úgyhogy emiatt ez a 2 terület az, ami a szívemhez a legközelebb áll. Azért ez elég a 2 véglet, ha belegondolunk, nőgyógyászat és patológia. Igen, ezt mindig megkapom. A születés és a halál. Ja. Külföld. Ha ezt a szót mondom, akkor mire gondolsz? Hát a mai orvos elvándorlásra első féleképpen. Igazából egyrészt nekünk az oktatók is tanácsolják, hogy menjünk külföldre, elszerezzünk tapasztalatokat, csak jöjjünk is vissza. Én a karrieremet Magyarországon képzelem el, ennek ellenére szeretnék külföldi tapasztalatokat is szerezni. Erre több lehetőséget is biztosít az egyetem, ugyanis majdnem minden évben, tehát kivétel a második év vége, minden nyáron egy hónapos szakmai gyakorlaton veszünk részt, kötelezően, és ezeket a szakmai gyakorlatokat külföldön is megcsinálhatjuk. És erre van lehetőségünk, hogy kiutazzunk egy hónapra. Te gondolkodtál már, hogy hova mennél szívesen? Igen, én legszívesebben Finnországban mennék, és én jövőre tervezem azt, hogy kimennék erre az egy hónapra. A sebészet nyári gyakorlatomat szeretném külföldön végezni. Hát ennyi fért mára bele. Köszönöm, Réka, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a kívást. Búcsúzunk a Kultix hallgatóitól. Hallgassanak minket továbbra is.